A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózás ZRT támogatta. A májusban kezdődő Bahart regatta idei utolsó, 5. állomására augusztus végén került sor Fonyódon, ahol a 10. zárófutamot rendezték meg. Annak idején ez egy néhány hajós amatőr versenynek indult, alapvetően a vitorlás bérlőinknek a szórakoztatására, illetve hát a jutalmat tekintve, ami a bérleti díjból egy kedvezmény, tulajdonképpen az ő hűségüknek a jutalmazására indult ez a verseny. Az amatőr jellegét megőriztük egészen mostanáig, de azért látni kell, hogy ennek a versenynek egyre inkább sportértéke is van. Bátrak indultak el, hiszen egy viszonylag jó széllel tudtunk elrajtolni. A szélnek köszönhetően egészen jó eredmények születtek, egész gyors volt a versenynek az eleje. Három kategóriában rendeztek versenyt, Jastik 1-ben, Jastik 2-ben, illetve Jastik 3-ban, valamint Joléban külön viadal folyt a Fonyódi Portlacai díjért. Azt hiszem, hogy végig jól mentünk, egyre jobban. Most az utolsó verseny, tehát a mai napi az elég nehézkésen ment, mert hogy nem teljes csapattal indultunk. Nagyon sajnáltuk, hogy azok az emberek, akikkel együtt szoktunk menni, nem lehettek velünk. De családilag indultunk, és azt hiszem, hogy azért helytáltunk, ezt a helyezés is bizonyítja. Jastik 1-ben a Helena 5. lett, míg a kategóriát az Obsession nyerte meg. Jastik 2-ben pedig a Macska végzett az élen. Az első siófoki versenyre nem tudtunk elmenni, úgyhogy ott rögtön beúsztunk egy kiejtőt. Szerencse talán az volt a szerencsétlenségben, hogy ez egy a túraversenyt rendezték csak meg, tehát a pályaverseny az nem került megrendezésre, innentől kezdve csak egy kiejtő volt már bebiztosítva. Tehát onnantól kezdve nekünk minden versenyre részt kellett venni, és ügyelni kellett arra, hogy hát többet nem hibázhatunk a túraversenyeken. Hála Istennek ezt sikerült abszolválni. Jastik 3-ban a Habla diadalmaskodott, míg a Jollét a Tatus nyerte meg. A Balaton még messze nem olyan szinten telített, mint az európai édesvízi tavak, úgyhogy azt gondolom, hogy itt még várható a kikötőhelyeknek a felfutása, összességében a vitorlásportnak és a szabadidő vitorlázásnak is a felfutása. És ha így tekintjük, akkor ebben természetesen valamilyen szinten versenytársak vagyunk, de nem az a cél, hogy másoktól vegyünk el vitorlásbérlőket. We'll be right back.